Sziasztok! Most ez egy ilyen beszélgetős, illetve beszámolós videó lenne a futás tervemről. Tehát így ugye a következő így a helyzet, hogy nemrégiben felírtam ide a papírra az adatokat, mert azt nem nagyon tudom megjegyezni. Szóval december 17-én volt egy 10 kilométeres versenyem, és igazából kedvet kaptam továbbra is a versenyzéshez, és most kitűztem magamnak egy félmaratoni versenyt, ami 2018. április 15-én, tehát még ugye addig van jócskán idő a felkészülésre, tehát ugye ez a Vivicita félmaratoni verseny lenne Budapesten. És ott kitűztem magamnak egy 2 órán belüli időt. Na most összehasonlításként, hogy mik a adatai ezeknek, meg hogy jelenleg én milyen rekordokat tudok magaménak. Tehát ez a 2 órás félmaratoni idő, ez 5 perc 41 másodperces kilométeres átlagot jelent. Na most én életemben egyszer futottam le egyedül ezt a távot, ezt a 21 kilométert, ami 2 óra 17 perc 11 másodperc volt, tehát több mint negyed órával akkor el voltam maradva ettől a kitűzött céltól. Ugye hát ez az idő, ez 6 perc 30 másodperces kilométer átlagnak felel meg, tehát ugye egy 50 másodpercet kéne javulnom kilométerenként. Na most ehhez, most el is indítottam magamnak egy ilyen sorozatot, most ugye tegnap előtt futottam 7 kilométert, ma futottam 9 kilométert, és az a tervem, hogy 2 naponta megyek följebb 2 kilométereket, és ugye így, ugye 13, 15, 17, 19, 21. És tehát ugye akkor le fogom futni egyedül egyébként ezt a távolságot, és meglátjuk, hogy mennyit fejlődtem. Ugye az a egyetlen 2015-ös táv teljesítése után. Na most ugye, tehát összehasonlításként, hogy mit jelent ez a 2 órán belüli kitervelt idő, és hogy ugye mennyit kell nekem ezzel kapcsolatban fejlődnöm. Tehát a jelenlegi 10 kilométeres rekordomat ugye 2017. december 17-én futottam, 57 perc 29 másodperces idővel végeztem, ez ugye 5.45-ös kilométeres átlagnak felel meg. Na most a kitűzött célom az ugye még plusz 11 kilométerrel több, és ennél egy picit gyorsabb. Tehát hogyha ennél ugye egy 10 másodperccel futok többet, tehát az ugye azt jelenti, hogy 100 másodperc, tehát egy másfél percet, hogyha javulok 10 kilométerem, és ezt ugye tudom tartani egy kicsit több, mint a dupla távon, akkor igazából megvan. Én ezt egyébként abszolút nem tartom irreálisnak, tehát én úgy gondolom, hogy egy teljesen optimális célt tűztem ki magamnak, úgyhogy gyakorlatilag folytatom az edzést, folytatom a fejlődést, mindenféle edzést fogok végezni, tehát januártól be fogom vetni ezeket a itthoni szabadsúlyos, meg rendes súlyos edzéseket, ugye meg is van hozzá a felszerelésem, van egy ilyen kétkezes súlyzókészletem is, van egy gymstickem is, azzal is remekül lehet fejlődni, illetve lehet csinálni a plankot, tehát rengeteg lehetőségem adott arra, hogy
szépen fejlődjek és véghez vigyem ezt a célt. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőkben. Sziasztok!